Az Kft. Vagyok az ügyvezetője, és mi azt szoktuk mondani magunkról, hogy klassz dolgokat csinálunk Microsoft technológiákkal. Most nem, hogy sokaknak a Microsoft és a klassz egy mondatban az úgy nem jön össze, de hát mégis így van. Én nem vagyok a Microsoft által fizetett, se alkalmazott, se egyéb. Egyedül egy ilyen Most Valuable Professional címnek vagyok a tulajdonosa. Ami azt jelenti, hogy a Microsoft valamiért azt gondolja, hogy nem csak értek az, amit csinálok, hanem ezt el is tudom mondani. Úgyhogy ezt most majd ti eldönthetitek, hogy így van-e. Sikerült kint járnom egy ilyen Build nevezeti konferencián, pontosan egy hónappal ezelőtt Redmondban a Microsoft főhadiszállásán, ahol többek között megrendeztettek minket egy ilyen Surface, ugye a Lumia 920 Windows 8-as készülékkel. És igazából ezeket hoztam most már bemutatni, de hogy ne csak így körbe mutassam a készüléket, hogy miről van szó. Ezért picit tágabban is beszélnék arról, amihez amúgy igazából nem értek, ez pedig a Microsoft Consumer, tehát a fogyasztói ökoszisztémája, hogy miről van itt szó. És Mazsi is a bearangozóban egy olyan alcímet adott ennek az előadásnak, hogy a Microsoft visszavág, vagy a birodalom visszavág. Mert az a helyzet, hogy most tényleg egy olyan forduló pontján vagyunk ennek az egész Microsoft történetnek, meg igazából az egész informatikának, ahol nagyon sok minden a feje tetejére áll, és az eddig jó fiúkból lesznek a rossz fiúk, és fordítva. Hogy miről is van szó? Talán néhányatoknak megütötte a fülét az a két hónappal ezelőtt elhangzott mondta Steve Ballmer, a Microsoft vezérigazgatója szájából, hogy a Microsoftra most már ne úgy gondoljunk, mint az eddig epikus jelzőként, vagy eposzi jelzőként mindig elétett a szoftveróriásra, hanem most már gondoljunk rá úgy, mint egy Devices and Services cégre. Ez azt jelenti, ez a Devices and Services, hogy a Microsoft most már nem elsősorban abból akar megélni, hogy ő most Windows-t, meg Office-t, meg nem tudom micsodát fejleszt, hanem abból, hogy szolgáltatásokat árul, és igenis saját maga is olyan eszközöket készít, amin ezek a szolgáltatások elérhetőek lesznek. A Microsoft már nagyon régóta csinál hardvereket, Egeret, Kinectet, Xboxot, billentyűzetet, stb. Ezek talán ismerősek. De most van az első olyan alkalom, amikor egyenesen belenyúlt a darásfészekbe, és azt mondta, hogy számítástechnikai eszközt is fog gyártani. És ez az első ilyen számítástechnikai eszköz a Surface, de egész biztosak lehetünk abban, hogy nem ez lesz az utolsó. A Services oldalon talán kevésbé ismerős, hogy mik vannak. A Microsoft elindította az Outlook.com-ot, ami egy igencsak kellemes Gmail jellegű szolgáltatás, hívjuk így. Van neki egy Windows Azure vagy Windows Azure szolgáltatása, ami egy felhő platform. Office 365, ami kb. $5 fejenként akár egy cégnek is havi szinten Office-t tud biztosítani, és ez a teljes Office felhő támogatással, tehát felhőben tálaló dokumentumot, cégen belüli kollaboráció, és a többi, és a többi. Van ennek egy lightosabb verziója, a SkyDrive, ami egy 7 GB-ig ingyenes, a fölött pedig fizetős. Hasonló dolog, mint a... De gyorsan akartam mondani. Nem jut eszembe, mindegy, Dropbox, igen, köszi. Valaki itt segített. Hasonló dolog, mint a Dropbox, de annál mégis valahol több. Mert például, hogyha egy Office dokumentumot tárolunk a SkyDrive-on, akkor azt a weben keresztül meg tudjuk vinni, böngészőben szerkeszteni, anélkül, hogy Office-unk lenne. Sőt, itt még van egy nagyon durva dolog, hogy egy olyan gépre is az igazi nagy Office pár perc alatt települ a webről, ahol addig még nem volt, hogyha a SkyDrive-on jött. Érdekes az Xbox Music, ezt majd röviden meg fogom mutatni, ami hát persze Magyarországon nem érhető el, mert hát mi a Balkánon vagyunk, de amúgy egy nagyon érdekes szolgáltatás, gyakorlatilag az összes zene szolgáltatás egybegyúzva. Tehát van benne olyan, mint az iTunes, hogy MP3-akat tudsz vásárolni, van benne olyan, mint a Spotify, hogy streamelni tudsz, van benne olyan, mint a
az iTunes Music Match, vagy az Amazon, hogy a meglevő zeneidet a felhőből bármelyik eszközöket elérheted, és a többi, és a többi, és ez mind egyben. Microsoft ugye megvásárolt elég borsos pénzére a Skype-ot, és hát most már látszik, hogy a Skype-ból igazából mit akar csinálni, egy ilyen gyakorlatilag a kommunikációs hálózat, a kommunikáció cégen belül emberek, magánemberek között, stb. Telefon szolgáltatókat azért eléggé érzékenyen érinti ez a dolog. Van az Xbox Live, ami alapvetően egy játék valami, de hát mégis ide tartozik. Szóval jó sok service van, és hát ezeknek összességében, ha jól tudom, csak a Skype 5-600 millió körül van legalább a használat itt állva, tehát azért nem lebecselengő méretről van itt szó. De most már tudom, mi az ott alatt. Jó van. Múltkor csak a szemem sarkában láttam. Egy szóval a Microsoft arra teszi fel gyakorlatilag az egész létét, hogy szoftver felhasználóból szolgáltatás előfizetővé fogunk válni. Most egy picit várok, hogy ez így lesüllyedjen. Egy kis történelem órát, hogyha elővehetnék. Sokan kritizálják a Windows 8-at azért, mert egyszerre két dolgot csinál, ugye van neki az a hagyományos desktop felülete, meg van egy touch-os felülete is. És tegyük hozzá, sok szempontból jogosak ezek a kritikák. Viszont én másképp gondolkozom picit erről a témáról. Ha visszamegyünk 1982-ben, és akkor fel a kezeketek azok, akik akkor még ugye kélyes gondcsalók se voltak, hogy úgy szóval mondjam. 1-2-3-30 évvel fiatalabb ember vagyok. Jó. Akkor volt ez a bizonyos MS-DOS. Ez egy parancsori dolog volt. Parancsokat írtunk be, dír, kilistázta a könyvtárba levő fájlokat, és a többi. 85-ben jelent meg a Microsoft Windows 1.0. A Windows 1.0-ról, ami ugye az első ilyen GUI-s, tehát grafikus user interface terméke a Microsoftnak. A Windows 1.0-ról azt érdemes tudni, hogy annak idején a kritikusok a következőket mondták róla. Ez sose fogja a megszokott parancsori interfészt kiváltani, mert ad egy új hardware kell hozzá, ez volt az egér. Ad kettő, azok a kis ablakok, azok túl picik ahhoz, hogy érdemes információt lehessen beletenni. Ad három, produktivitásban gyengébb, mert ha valaki már tudta a parancsorokat, akkor gyorsabban tudott navigálni, és a többi, és a többi. Meg amúgy is ez egy új dolog, amit sose fognak megtanulni. Hát tudjuk, hogy mi lett belőle. A Windows Phone 3.1 1992-ben jelent meg, és igazából ez hozta meg a Windows áttörést, de ami ebben a Windows 3.1-ben az érdekes az az, hogy ott van az MS-DOS Front. Azzal tudták meghozni az áttörést, hogy a múltal kompatibilisek maradtak. És amikor a Windows 8-ban a desktop módról beszélünk, akkor igazából ugyanerre kell gondolni. A Windows 8 desktopja az ugyanaz, mint a Windows 3.1-ben az MS-DOS volt. Kell azért, hogy a régi appok működjenek, kell azért, hogy a régi usereknek ne legyen minden nagyon új, de én úgy gondolom, hogy ha 10 éves távlatból, vagy ez most már 20 éves távlat visszatekintünk, akkor ugyanolyan múltbéli dolog lesz a desktop, mint a command line. Egyébként 92-ben jelent meg ez a bizonyos start menü, aminek a most eltűnése az ekkora problémát okoz sokaknak. 92-ben tervezték meg, 95-ben jelent meg a Windows 95-ben. Tehát 92-ben kezdték el tervezni, akkor, amikor MC Hammernek a You Can Touch This című örökbecsúlyát volt a divat, meg akkor, amikor így néztek ki a telefonok. Tehát látható, hogy egy egész más világban éltünk akkor, és a történelem órában picit előbbre ugolva egy nagyon fontos időpontot veszek elő. Ez az volt, amikor Steve Jobs az iPad bemutatóján szépen leült egy székbe, ölébe vette az iPad-et, és úgy mutatta meg a dolgokat. Ez azért fontos ez a pillanat, mert én úgy gondolom, hogy az a plusz kényelmi faktor,
amit ez a, ez, hogy bárhol a kanapén, a, hogy mondjam, mellékhelyiségben elérhető az a számítástechnika, hogy legalább a tartalomfogyasztási része, ez egy olyan változás, aminek most vagyunk a kezdetén. És egyébként ez előtt, a pillanat előtt körülbelül 3-4 évvel, ha jól sejtem, de lehet, hogy csak fél évvel, ne kövezzetek meg, alakult ki Microsoftban az a elképzelés, hogy a Windows 8-nak hogyan is kéne kinéznie, és hogyan is kéne működnie. Úgyhogy most szeretném megmutatni azt, hogy ez mit jelent, és most szeretném kérni, hogy itt a kamerát irányítsuk ide. Hát, hogyha szerintem kézi kamera, az talán célszerűbb lenne.